Több száz éves hagyományt elevenítettek fel kedden a megyeházán, ahol kéményseprők kívántak szerencsés új évet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés vezetőinek. Sezták Oszkár elnök köszönetét fejezte ki a kezdeményezésért, mint mondta, bár a megye és az önkormányzat is biztos alapokon áll, mindenkinek jól jön a kéményseprők szerencsét hozó jó kívánsága. Hozzátette, optimista az idei évet illetően, és bízik abban, hogy teljesülnek a kitűzött célok. Folytatjuk a 2017-es munkánkat, azokat a projekteket, amelyekben döntés adott a megyei közgyűlés, és ezeket valósítjuk meg. Immár az építési beruházás szakaszába is számos projektünk, számos kedvezményezettünk projektje is elérhet. Gondolok elsősorban, ami a megyei önkormányzat számára is feladat, már mint kedvezményezeti oldalról a turisztikai fejlesztésünk megvalósítására, de a megyei hulladék társulásnak is egy nagy szabású projektje kezdődik el ebben az évben, amely a hulladékkezelést, hulladékfeldolgozást segíti, a jövőben is természetbarátabbá teszi. Számos új elképzelés és terv szerepel a megye naptárában a 2018-as évben, tette hozzá az elnök. Ilyen például a határmenti együttműködési programok és az új pályázati lehetőségek. A népi hiedelem szerint az új év első napján a kéményseprők már akkori szerencsét hoznak, ha csak látják őket. Ezért is évek óta hagyomány, hogy az év első munkanapján a szakemberek meglátogatják a települések és a megye vezetőit. A hagyomány lényege az volt, amikor elkezdtük, és most is az, hogy mi a munkát igazából a lakosság a megye érdekében végezzük. Ezért mind a megye vezetését, mind a város vezetését megkeressük, szerencsét hozva nekik. A köszöntés természetesen nem csak a megye vezetőinek szól, a teljes lakosságnak kívánnak szerencsés évet a kéményseprők.